Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A szerelem kertje. Így hívom ezt a jóslást. Ez a felvétel egy személyes jóslás Mirien számára. Kedves Mirien, üdvözöllek téged, ez a te videód. Mielőtt én elkezdeném a jóslást, szeretnék valamit mondani a horoszkópodat illetően, én belepillantottam a horoszkópodba. A te Vénusz bolygód, ami a szerelemre utal, de a te nőiességedre is, az a bika jegyében van, az indiai számítás szerint. Mivel Vénusz uralkodik a bika jegye felett, ez utal arra, hogy a te nőies energiát, kisugárzásod, az nagyon erős. Október hónaptól itt a bika jegyében fog Ráhu mozogni. Nem csak év végén, hanem jövőre is. Ráhu az a felfele mozgó holdcsomó, és utal egy új útra, amit te még nem ismersz. De kell, hogy te ezt az utat megismerd, mert ez, ami téged felszabadít, boldoggá tesz. Ez utal a nőiességedre, a külsődre, a személyességedre és a szerelmi élet területére. A holdad, ami az érzelmeket jelképezi, az a bak jegyében van, az indiai számítás szerint, és a bak jegyében mozog jelenleg Szaturnusz bolygó, a sors bolygója, tehát te számíthatsz arra, hogy év végén jövőre nálad sorsdöntő változások lesznek, ami elsősorban a szerelmi élet területén hat. És most megnézzük ezt a jóslást. A szerelem kertje. Itt ebben a parkban van egy hölgy, az téged szimbolizál, és ez a férfi őt szimbolizálja. A te érzelmeidet ez a hajó mutatja, ami a reményeket szimbolizálja. Tehát itt van remény, hogy kettőtök között legyen egy harmonikus párkapcsolat. Azon kívül ez a hajó utal utazásokra is, egy belső útra is, egy lelki kapcsolatra kettőtök között. Azt, amit te belülről érzel, hogy valami összeköt benneteket, az ő érzelmeit itt ez a hölgy mutatja, és ez te vagy. Te állsz a középpontban. Neki vannak érzelmei. Ő szeret téged. Lehet, hogy ezt nem közli veled, és te ezt nem tudod, de ha mi belepillantunk az ő érzelmi világába, akkor itt te megjelensz. Miről kellene, hogy elgondolkodj? Ezt itt a könyv mutatja, illetve a könyvek, ez lehet egy továbbképzés is, de utal a titkokra is. Légy titokzatos, légy zárkózott, mert akkor te titokzatos vagy, és ő így akar téged látni. Ő imádja ezt, ha vannak titkaid. Szerintem akkor nagyobb lesz a vonzalom kettőtök között. Az ő gondolatai, itt megjelenik ez a férfi, és ez őt szimbolizálja. Tehát ő elgondolkozik az ő saját egyéniségén, ő szeretne döntéseket hozni, amit még ez a kép itt jelent, mert ezek az ő gondolatai, ő szeretné, ha te elismernéd őt. Vagy ő szeretné azt, ha te őt
csodálnád, vagy dicsérnéd, mert ő szeretne a középpontban állni, ami kettőtöket illet. Mi, vagy ki befolyásolja őt, itt megjelenik ez a kígyó. Ez utalhat ilyen mellék utakra, arra, hogy ő nem mindig nyílt veled szemben, de gyakran a kígyó szimbolizál egy nőt. Az nem jelenti azt, hogy ő megcsal téged, de valaki a háttérben befolyásolja őt. Az lehet az anyukája, vagy valaki a családból, vagy egy ismerős, egy kolléganő, de mivel ez a nő hat rá, az nem tetszik neki, mert pontosan ezt szeretné megváltoztatni, és lesznek itt változások. Ez a kép gyakran költözésre utal. Te feltettél nekem még egy kérdést, ami a lakás ügyedet illeti. Ez a kártya ad rá választ. Ez a hölgy a kulcsot tartja a kezében, és ezzel a kulccsal kinyílik itt egy új ajtó. Ezek új lehetőségek. Ez is költözésre utal. És itt ez a gyűrű egy szerződésre. De ez a gyűrű mást is jelent, mégpedig az, hogy mi fog történni kettőtök között a következő hetekben, hónapokban. Itt megvan ez a kapcsolat, sőt, még az is lehet, hogy ő el szeretne téged jegyezni, vagy tervezi a házasságot veled. Ez lehet, ez a nagy változás is. Itt, ebben a parkban van egy szökőkút, és itt látható ez a víz, mutat egy irányt, ez a jövő. Mi vár rátok a későbbiekben? Ez a kislány jelenti az új kezdetet, az újdonságokat. A kezében van egy négy levelű lóher, ami szerencsét hoz. Én most megkérdezem az ingát. Szeret ő téged? Igen, nem, vagy talán. Ha az inga jobbra fordul ki, akkor az azt jelenti, igen, ő szeret téged. Ha az inga balra fordul ki, akkor az azt jelenti, nem, ő nem szeret téged. Amennyiben az inga megáll, akkor úgy megállnak az események, és nem lehet tudni, hogy mi fog történni. A válasz, igen, ő szeret téged. Kedves Mirien, így tudtam a kérdésedet megválaszolni. Köszönöm, hogy hozzám fordultál. Kívánok neked minden jót, nagyon sok szeretettel. Dendera. És ez volt a videóm. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!